A Paszabi szőttestap megnyitójaként adták át az új bölcsődei beruházást a településen. Az avató beszédeken elhangzott, az épület átadása nem csak egy egyszerű beruházás, hiszen igény van a magyar családokban született gyermekek mögötti megfelelő infrastruktúrális háttér kialakítására. Ugyanis így kaphatnak olyan támogatást a családok, amely lehetővé teszi, hogy bátrabban vállaljanak gyermeket. Ez a bölcsődei beruházások, ez nem csak itt történik, hanem országosan történik. A férőhelyek tekintetében szeretnénk, ha mintegy 30 000 férőhelyen még több állna rendelkezésre. A következőben a meghirdetett Magyar Falu Program keretében is ezeknek a beruházásoknak lesz a felmérés. Én azt gondolom, hogy minden ilyen beruházás a jövőt fogja szolgálni. Ez az igényfelmérés már elindult. A napokban a megyei közgyűlés elküldte azt a levelet a polgármestereknek, amelyben jelezhetik, milyen további bölcsődei terveik vannak. Így a Paszabhoz hasonló, növekvő demográfiai mutatóval rendelkező települések újabb fejlesztésekbe kezdhetnek. Akár 3 milliárd forinttal is meg tudja emelni a kormányzat azt a területi operatív programos forrás keretet, amely lehetővé teszi további bölcsődei intézmények létesítését, építését a megyében. Sőt, azt is megkockázhatom, hogy a kerület felülről nyitott, tehát mindenhol, ahol van igény, van lehetőség, van elszánás, bölcsődei fejlesztése, azok az önkormányzatok, azok a települések belevághatnak ilyen programokba. A bölcsőde fejlesztési program a férőhelyek mellett munkahelyeket is teremt. A bölcsődei gondozónők, dajkák, a bölcsőde vezető is reménykedhet abban, nem csak itt Paszabon, hanem országosan, hogy emelkedni fog a bérük, hiszen meg kell becsülnünk ezt a munkát. Ráadásul a védőnői szolgálat is megújult Paszabon, és a védőnői hálózat vagy szolgálat az hungarikum az egész világon. A magyar védőnők tudása, embersége, hivatástudata, az, hogy végigkövetik ugye már áldott állapottól az érkezőt, kezendő kis jövevény életés, és utána is rendszeresen meglátogatják, az a család szempontjából is nagyon fontos, és szeretnénk az ő bérüket is emelni. Ez a 21. századi követelményeknek megfelelő, teljes kiszolgáló helységekkel rendelkező épület 2 csoportot, összesen 24 gyermeket tud fogadni. A bölcsőde mellett egy másik beruházást is átadtak. 42 millió forintból ma át tudtuk adni a polgármesteri hivatalnak a teljesen energetikailag fejlesztett épületét, illetve ott lehetőségünk volt arra, hogy a belső irodai berendezéseket is kicseréljük, és így egy teljesen megújult községháza van most már Paszabon. Ez az épület korábban református szolgálati lakás volt. A fejlesztések pedig nem állnak meg. Hamarosan újabb település képet meghatározó beruházások valósulnak meg Paszabon.